Filmsorozatunk harmadik részében az új Emán TGX pihenő és életterét mutatjuk be. Ahogyan az Emán tervezői a vezetőállás kialakításakor tiszta papírlappal kezdték a munkát, úgy a pihenő és élettér esetében is. Itt is a homok, illetve bézs színvilág uralkodik, ami barátságossá, otthonossá teszi a környezetet. Azon kívül pedig nagyon elegáns és nagyon finomak az anyagok. Jelenleg a GM jelű, tehát középmagas fülkében ülök, de az alacsony motorsátornak köszönhetően ebben is 187 cm a belmagasság. A GX jelű csúcsváltozatban 207 cm a belmagasság, abban a fülkében tehát a kosár válogatott játékosai is büszkén kiegyenesedhetnek, kiúszhatják magukat. A belső térben mindenhol ledes és állítható fényerejű világítások vannak. Az új, integrált, elektromos működtetésű állóhelyzeti légkondicionáló pedig akár 12 órán át is működhet, anélkül, hogy a motor járna. Ráadásul 100 kg-mal könnyebb az elődjénél. Folytassuk az egyik legfontosabb berendezéssel, a fekhelyjel. Az alsó és a felső fekhely is 7 zónás ágyráccsal, illetve matraccal készül, így jól igazodik a járművezető testalkatához. Az alsó fekhely 80 cm széles és 2 méter hosszú, így kényelmes fekhelyet biztosít. Alatta kiúszható tárolórekesz és egy nagy hűtő található. A két oldalsó rekesz, ami kívülről is hozzáférhető, belülről tálcákkal fedett, ez nagyon praktikus. Teljesen új a hátfalon található vezetékes távirányító, amelynek színes grafikus kijelzőjén egy komplett menürendszer van, ahol a járművezető akár olyan adatokat is megtekinthet, vagy funkciókat ellenőrizhet, mint például az akkumulátor töltöttsége, vagy a pihenési és a vezetési idők. Emellett persze számos kényelmi funkció is innen kezelhető, a központi zártól a belső világításig. Nagy segítség, hogy az alsó fekhelyet gázteleszkópok emelik a magasba. A felső fekhely 72 cm széles, tehát még ez is elegendő a kényelmes alváshoz. Mellette pedig az oldalfalakon külön vezérlőpanelek találhatók, azok alatt pedig praktikus szemüvegtartó. Ez szintén újdonság. Az oldalfalakon és a hátfalon mindenütt praktikus tárolózsebek, illetve 12 voltos és USB csatlakozók találhatók. Az utasülés mögött pedig egy mélynyomó láda mellett 230 voltos csatlakozó kínálkozik, normál háztartási gépek, például egy hajszárító működtetéséhez. Egyébként a felső-középső tároló fedél helyett rolót kapott, ennek az az előnye, hogy kinyitva nem veszel a szabad mozgástérből. Apropó, mozgástér. A padlóról száműzték a konzolt, így a két ülés között a motorsátoron már egy közel 1 négyzetméteres tánctér áll rendelkezésre. A GX fülkében egyébként csak a szélvédő feletti tetőrekeszek befogadó képessége összesen 355 liter, ami megfelel egy kompakt személyautó csomagterének. Végül még egy újdonságra hívnám fel a figyelmet, amely most jelent meg a TG családban, a Vario utasülés. Ez 3/4 üt egy csapásra. Egyrészt az ülőlapja felhajtható, mint a moziban a széké, így sokkal nagyobb szabad tér áll rendelkezésre a gépkocsi vezetőnek a fülkében. Másrészt keresztbe fordítható az ülés, hogy a járművezető kinyújtott lábbal kényelmesen pihenhessen a fülkében. Harmadszor pedig a támla felső része viszintes helyzetbe dönthető, így praktikus asztalkaként szolgál. A belső teret már Töviről-hegyire ismerjük, ideje útnak indulni. Innen folytatjuk a következő részben.